Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Lehel Kata vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. Újabb díszpolgár portréja került a falra. Boc Jánosnak a hobbija lett a munkája. Családi napot tartottak a Paksi Cseresznyésben. Megrendezték a 9. Tambura Fesztivált Bátán. Folyamatosan bővül a Szekszárd díszpolgárait ábrázoló portréfestmények sora a Tolnai megyeszékhely polgármesteri hivatalának falán. Már 19 a településen született kiválóság arcképe látható a díszteremben. Nyolc portréfestmény díszíti a szekszárdi polgármesteri hivatal falát. A képeken látható személyek között mások mellett az informatika hazai úttörője, költő, műfordító, püspök és borászok is megtekinthetőek. Ők azok, akik a közel elmúlt két évtizedben kiérdemelték azt, hogy a Tolnai megyeszékhely díszpolgárai lehessenek. A róluk készült alkotásokat egytől egyig a Munkácsi Mihály díjas Baki Péter készítette. Szerencsémre engem kértek meg az első portré készítésére, és ez aztán hagyományá vált. Úgyhogy ez egy baromi megtiszteltető dolog, hiszen ha körbenézünk itt a falon, és nézzük ezeket a portrékat, akkor ezek minimum európai hírű emberek, néhány világhírűvel is megspékelve. Úgyhogy, és hát Szekszárd tényleg büszke lehet erre a sorra, és ez egy nagyon megtiszteltető, hogy ezt én megfestettem, és szerintem Szekszárd részéről pedig egy rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy ezt föltette ide a polgármesteri hivatal falára ezeknek a személyeknek a portréit. A portréfestés nem könnyű feladat, még a legjobb kezű művészek számára sem. Mindegyik egy kicsit nehéz is volt, mindegyik egy kicsit élmény is volt. Nem, tehát ez egy olyan dolog, hogy mindegyiket öröm megfesteni, de igazán az az öröm, amikor elkészül. Ez az igazság, mert nem könnyű. Ugye jó részük, egy részük az fénykép után készült, olyan fénykép után, ami egy személyigazolványból vagy bármilyen került ki, tehát arról megfesteni egy portrét nem egy egyszerű dolog, de a többi, de nem, tehát nem, hogy mondjam, nem volt bennem keserűség, öröm volt, és mindig élvezett volt a végén megnézni, hogy mivé lett a dolog. Az alkotás folyamatát megkönnyítette, hogy a portrékon látható személyek közül többeket is személyesen ismer Baki Péter. Többségüket ismerem, szerintem javarészt sikerült. Tudom, hogy volt, aki nem volt elégedett vele, de hát ezt én festettem. Én döntöttem végül is, hogy milyen formában kerülnek fel a vászonra. Én úgy érzem, hogy mindegyikben megvan az a határozott él, az a határozott vélemény, amit ők alkottak a világról, illetve amit én gondolok róluk. Úgy gondolom, hogy ez így rendben van. Tisztelni, mindegyiküket rendkívül módon tiszteltem, aminek a festése alatt is és nagy élmény volt Kovács Győző portréja, mert Győző az egy fantasztikus egyéniség, és több órát és két-három napot is velem töltött a műterembe, és fantasztikus élmény volt a vele való beszélgetés, és az a pár óra. Úgyhogy én úgy érzem, így visszatekintve, hogy az övé volt a legnagyobb élmény, de bármelyiké, akár a borászok közül, vagy a Baka Pistának a portré, ami ugyan halála után készül, de ő hozzá olyan érzelmi szálak fűznek, hogy az is egy nagy élmény volt, vagy a Mészöly Miklós, hogy nagyon. Tehát tényleg bármelyiket mondhatnám, mert mindegyikhez fűződik valamiféle személyes élmény is, legalábbis a személyekhez.
Szekszárdon közel 2 évtizede került ki az első portré a hivatal falára, idén Petrics József mézes kalácskészítő mesterképe volt a soron. Gyurkovics János, alpolgármester azt mondja, fontos, hogy a megyeiugú város vezetői minden évben így emlékezzenek a település legkiválóbb szülötteire. Komoly lemaradásaink voltak itt a múlt évben, 7-8 díszpolgár festménye hiányzott, és felvettük a kapcsolatot a művészúrral, és nagyon örülünk annak, hogy gyakorlatilag most teljesen napra készek vagyunk. A 2021 éves díszpolgár, a Petrics úrnak a képét azt a mai napon vesszük át, és természetesen nagy körültekintéssel majd az elhelyezést is meg fogjuk oldani. Bízunk benne, hogy ez a folyamat folytatódik, folytatódni fog, mert 2022-es évben is már van díszpolgára a városnak. 2 alkalommal is voltak vendégek itt a nyár folyamán a hivatalban, és örömmel mutattuk meg a sorozatot, és hát mindenki csodálkozott, hogy kérem szépen ilyenre is gondol a város, a városvezetés, és ilyen formában, ilyen méltó módon, természetesen a produktumokhoz, a produkcióknak megfelelően vannak elhelyezve és tiszteletbe tartva. Én bízom benne, hogy folytatódik a folyamat, és kérem szépen, ez egy üre színfoltja lesz mindig a város életében. Bocz János tőzsgyökeres dombóvári lakos, fafaragásai viszont országszerte fellelhetők. A 73 éves művésznek olyan szerencsésen alakult az élete, hogy a hobbija lett a munkája. Templomok oltárai, köztéri alkotások, iskolák, óvodák, játszótéri elemei viselik kezemunkáját. Kalandos gyermekkora volt a 73 éves Bocz Jánosnak, akit leginkább fafaragásairól ismernek a dombováriak. Ehhez a hobbihoz, amely végül a munkája is lett, szinte egyenes út vezette. 7 voltunk testvérek, a legidősebbik fiú meghalt, így 6 maradtunk, 4 lány és 2 fiú, és szinte mindent megengedett apám nekem, meglátott a jóságomból. Mindegy, 64-ben végeztem a gazdasági vasútnál géplakatosként, lekerültem a vasúthoz. A gazdasági vasútról csak annyit kell tudni, hogy az egy ilyen aglegényekből álló fuserátor műhely volt, tehát Dombóvár iparosainak ott készültek a úgymond mellékesként a szerszámai gépei, egyebei. Megtanultam esztergályozni, marni, vésni, gyalulni, kovácsolni. Lekerültem a vasútra, 69-ben közben katona voltam, 27 hónapig. Határőr. Mikor visszakerültem katonaság után a vasútra, 12-24-eztem, és folytattam azt a fuserátor stílust, amit a kisvasúton tanultam. Faragókéseket készítettem faragóknak, mert abban az időben kapni nem lehetett. Most, aki vasas szakmában dolgozott, az tudja, hogy egy kést úgy lehet igazán kipróbálni, hogy mennyire tartja az élit, mennyire törik, hajlik, stb., ha dolgozik is vele az ember. Hát mire használják a faragók? Megnéztem, megpróbáltam, hogy ki tudjam próbálni a szerszámokat. Aztán ilyen egyszerűbb kis faesztergapadot csináltam szögvasvázzal, egyébben végül 69-ben már a Baranya megyei népművészeti szövetkezet intézte el, mert 69-ben még minisztériumi engedély kellett hozzá, hogy valakinek másodállása lehessen, és nekem gyerekként, fiatal emberként már volt 69-ben másodállásom. És folytattam ezt a kettős életet, hogy egy kis vasas munka, egy kis faragás. A fa megmunkálása iránti érdeklődés erősebb lett végül, ugyanis Pécsett kitanulta a faszobrász restaurátori szakmát. Korábban monumentális munkákat végzett. Szerte az országban templomok, székesegyházak oltárait restaurálta. Ezzel párhuzamosan szobrok faragásába is belefogott.
készült olyan 5-6 darab szobrom. Pulai templomban van Szent Erzsébet, Szent Teréz, a legközelebbi. Mindig azt mondtam, hogy a Lajos bácsi faragott egy szál rózsát fából. Annak, ha ráfújtunk a levelére, az mozgott. Hogy a csodába tudta megcsinálni? Nekem se árult el kedvenc tanítványának, de ő azzal szokott dicsekedni, hogy ilyet csinálj. Egyszer csinálj egy ilyet. Aztán nem csináltam, féltem tőle szó szerint rózsát készíteni. Még az egyháznál jöttek, hogy a pulai templomból ellopták ezeket a szobrokat, és nem tudnak szerezni helyette, nem-e faragnák fénykép alapján. 65 centisek egyébként. Mondom, megfaragom, de hogy a rózsacsokor, mert a Szent Erzsébet ugye kenyeret vitt a szegényeknek, aztán a férje, amikor el akarta kapni, akkor rózsává változtatta, tehát a kötényében rózsacsokor van, és a kezében van egy szál rózsa. És én megfaragtam azt a rózsát úgy, hogyha ráfújnak, megmozdul. Időközben úgy apránként faragtam ezeket az életfákat, kopjafákat. Mindig azt mondtam, ingyen faragtam. Megvásárolták a fát, és nekem megtiszteltetés volt, hogy engem kértek fel arra, hogy egy Ijés Gyuláról, egy Fekete Istvánról, ugye a Bukka, hadd nem mondjam, tehát az én világomról írta Fekete István, a szabad életről, a mocsár világról, a hegyoldalakról, egyébről. Bocsi János az egyházi megbízások után több játszótéri elemet készített iskolákba, óvodákba, amelyek igazán időtállóak voltak. Szoros együttműködés jellemezte a helyi madártani csoporttal is. A tüskei madárvárta fa munkáit is ő készítette. Én elköszöntem tőlük, amiben az egyesület igazgatója, amúgy a belvárosi iskola volt igazgatója, a Nagy Sándor, mondta, hogy ez nem úgy megy, ő nekik kell elköszönni tőlem. Rendeztek egy nagyon szép műsort számomra, ami érdekesség valahol itt van. Egy üvegbort kaptam és egy könyvet, de kijöttek a könnyeim, mert akkor mondták, hogy 36 év alatt a legtöbb támogatást azt tőlem kapták. Mindegyik munkámra büszke vagyok, mert mindegyiket megpróbálom a technikai és elméleti tudásom szintjén maximálisan megcsinálni. És a pedagógus gyerekeim mondják ezt, hogy apu, kevésbé kellene maximalistának lenni. Mert ha elkészül is egy munka, amikor elkészül, akkor már nem tetszik. Nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, másképp kellett volna megoldani. Azt eltállik egy-két év, akkor mondom, hogy te véj hülye, hát ezt is te csináltad. Erre büszke lehetné azért. A művészeknek szükségük van példaképekre. Bocsi János 3-4 hozzá közelálló személyt is megnevezett. Tehát volt a Szekeres Pista bácsi népművészmester, pásztorfaragások, csontfaragásokat készített, ahhoz készítettem neki szerszámon. Aztán Kurdon volt az Őri Szabó Dezső, ő is népművészmester. Ő református pap volt főállásban, mellékesen faragott. És volt a Balázsi Gyula, akit Dombováron istenítettek, népiparművész és népművészmester volt. Végül is ő mondta, hogy gyerek, nem vagy te hülye ehhez a dologhoz, miért nem faragsz? Akitől én iszonyatos sok segítséget kaptam, az ott van leírva a könyvben, Exner Lajos, faszobrász, ő volt a gyakorlati oktató a képzőművészetibe. Ő fantáziát látott bennem, mert kétkezes vagyok. Tehát nekem mindegy, hogy így verem a szöget a falba, vagy így verem a szöget a falba, ebben a kezemben van a faragók is, vagy a másikba. Nagyon mindegy. Mondják okos emberek, hogy valószínű azért van, mert balkezesnek születtem, csak átneveltek jobbkezesnek. Így megmaradt a balkézben is a tudás, meg a jobba is. Lajos bácsitól nagyon sokat tanultam. A mai napig emlegetem, ugyanis egy fiam és egy lányom van. A fiam szépen farag, ő elleste a szakmát, sose tanítottam.
És nekik szoktam mondani, hogy a Lajos bácsinak több tudás volt a kisujjában, mint amit én most 73 évesen tudok. Még a legnagyobb művészekről, tudósokról is kiderül, hogy nem voltak eminens diákok. Nem ők voltak a legjobbak a szakmájukban. Nincs ez másképp Bosz János esetében sem. Elismerte gyermekkori csinytevéseit azt is, hogy furcsa módon nem tud rajzolni, és hogy nem ő volt a legügyesebb a szakmában. Mégis ezekkel a buktatókkal együtt egy olyan életpályát járt be, amire igazán büszke lehet. Tehát van, hogy pillanatok alatt beugrik, van, hogy hosszú vajudás után, de ha már megszületett a fejembe, hogy mit akarok csinálni, onnantól nevetve megcsinálom. Mindig mondom, mert megint csak a gyerekeimre hivatkozok, hogy apu, miért ott csinálod? Hát mondom, mert ott köl, ott a fölösleges. Tehát valahol az agyba rögzítődött, hogy mit akarok csinálni, a kezem nem tud más csinálni, mint amit az agyam vezérel. Azért kell ott csinálni, mert onnan bentről az jön, hogy ott kell csinálni. Színes programokkal várták az érdeklődőket a Cseresznyéskert erdei iskolában, ahol családi napot tartottak szombaton. A rendezvényen az állatbemutatót követően az Alma Együttes koncertjét is meghallgathatták a kilátogatók. Párakapuval hűsítették magukat a gyerekek, a kánikula ellenére is sok család kilátogatott a cseresznyési családi napra szombat délelőtt. Az érdeklődők színes programok közül válogathattak, többek között interaktív állatbemutatón is részt vehettek, ahol a kígyós simogatás mellett további élő lényekkel is megismerkedhettek. Hoztunk egy ragadozó madarat, ő egy herisztőv. Vele elég interaktív a program, a gyerekek is kézre hívhatják, különböző feladatokban vehetnek részt vele, illetve hoztunk kutyát, ő egy magyar vizsla, vele is lesznek különböző kis feladatok, illetve hoztunk egy csirkét, ugye, hát ez elég köztudott, hogy a tyúk buta, és ugye bebizonyítjuk, hogy ez nem így van. Különböző kupakokat leteszünk elé, és mindig a pirosat kell például kiválasztani, ami a gyerekeknek általában nagyon-nagyon tetszik. Mindig a pirosat kell. A gyermek jogát is kipróbálhatták a kisebbek szüleikkel. Mivel itt vagyunk az erdei iskolánál, ezért egy ilyen állatos erdei témával készültem. Fölmásztunk egy kilátóba, és onnan mindenféle állatokat néztünk meg egy távcsőn keresztül, és ezeket jógáztuk el. Volt az elején egy akadálypálya, amit kipróbálhattak, majd pedig egy relaxációs gyakorlattal zártuk a foglalkozást. A mezitlábas ösvényt is birtokba vehették, akik kilátogattak az erdei iskolába. A családi napon az Alma Együttes szórakoztatta az érdeklődőket. Forgó világ a golyogó, csak te rád vár már a földbolygó. Nincs más, ami fent a zöld forgár, kis pajtán ez az ősz járás. Zöldforgó világ a golyogó, csak te rád vár már a földbolygó. Nincs más, ami fent a zöld forgár, kis pajtán ez az ősz járás. Úgy gondolom, hogy a rekkenő hőség ellenére kifejezetten sikeresnek mutató a rendezvény. Az állatbemutatóra is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Volt nyuszika, herisztőjv, kígyó, kutyák, patkányok, tehát igen, nagy állatsereglet érkezett ide hozzánk az erdeiskolába, és a koncerten is nagyon sokan vettek részt, hiába ez a nagy meleg, de szerencsére azért úgy gondolták a környéken élők, hogy meglátogatják az erdeiskolát, és ennek nagyon örülünk. A Cseresznyéskert erdeiskola tervek szerint ősztől további programoknak ad majd otthont. Emlékeztek, ettek, ittak, mulattak. Megtartották a 9. Tambora Fesztivált Bátán. A fergeteges műsor mellett sokfajta tradicionális cigányétel is elkészült, melyet megkóstolhattak azok, akik időben érkeztek. A rendezvény célja, hogy tovább örökítsék a zenélés szeretetét, és minél többen megismerjék a térség roma hagyományait. Az emlékezés koszorúit helyezték el az elhunyt bátai cigányok tiszteletére felállított kopjafánál. Így kezdték meg a már hagyományos, idén 9. alkalommal megrendezett Tambura Fesztivált. Megünnepeljük azokat az embereknek az emlékét, akiktől származunk, akiktől tanultuk az életet, illetve tanultuk a zenét,
meg azt a tisztességet, alázatot, amit számomra az én szüleim még megadtak. A romákat az 1956-os nagy árvíz űzte el a Bátai szigetből. Mi szigeti cigányok vagyunk, és mi onnan indultunk, nagyon-nagyon nagy szegénységbe éltünk, és 56 ki elszedte a vagyonunkat, és 56 óta ugye betelepítettek bennünket a település belső részébe, úgymond a Tuskósba. A szigetnek a bejáratánál ott állítottuk 2004-ben ezt a kopjafát, hogy legyen mindig arra emlékezzünk, hogy honnan jöttünk ki, és hova megyünk vissza. Az elmúlt 5-6 évben, 10 évben nagyon sokan meghaltak, és ugye vannak utódaink, akik tovább viszik ezt a vonalat, a tambura szeretét és vonalát, hogy maradjon meg ez a hangszernek a szeretete. Ezért is jött létre 9 éve a Tambura Fesztivál. A rendezvény másik fontos programja a hagyományos cigány ételek elkészítése volt. Az induló csapatok összeismerhették tudásukat, és már a főzés is jó hangulatban telt. És nagyon jól érezzük magunkat. Főzünk, sütünk, hoztuk a sok süteményeket. Csülökpörköltet főztünk, van, aki birkapörköltet, lecsós tésztát, meg mindenfélét, nem tudom elsorolni, olyan sok minden. Az én testvéreim zenészek voltak, meg apám is, és mindig megemlékeznek róla. A győztes csapat egyenesen a Bács-Kiskun megyei Soltról érkezett a faluba. Elfogyott, gyakorlatilag elfogyott. Nem keveset főztünk, és elfogyott. Elsőként lettünk kész, elfogyott az étel. Tehát ez azt hiszem elmond mindent. Lecsós tésztát főztünk. Solti lecsós tészta. Azért különleges, mert ezt úgy nyújtsák, házi tészta, rengeteg tojással, igazi házi tészta, és szaggatják. Tehát nem szaggatják. Gyakorlatilag úgy szaggatják bele a lobogó vízbe, és az ilyen tenyérnyi tészták. Jakab József elmondta, nagyon fontosnak tartja ezeket az összejöveteleket. Mi is csinálunk nagy rendezvényeket, és elmondhatom, hogy 70% a többségi társadalomba tartozó emberke, úgyhogy persze, hogy fontosnak tartjuk minket, tehát mindenképpen. Így összefűződnek a dolgok, és látja, más is látja, hogy mit tudunk, mit nem tudunk. Mi ezt tudjuk nyújtani, szerintem nagyon finom ételeket, és szerettük a közösséget, szeressük azt, hogy ha nem csak a romák vannak itt, hanem ahogy mondtam, a többségi társadalomba tartozó emberkék is. A mi kis gasztronómiánk azért az nem egy egyszerű dolog, ha kóstolta itt bárki. Tényleg nem egy egyszerű dolog, szerintem finom ételeket főzünk, jó ételeket főzünk. Ez egy külön világ. A fellépők között akadt olyan is, aki országos ismerettségnek örvend. Bersendi Kovács József nem csak Mohácson, de Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián is tanít. Eddig mindegyiken itt voltunk. Már régi barátságban vagyunk a Lacival. Ők is zenész kollégák, mindig elfogadjuk a meghívást minden évben. Fontosnak tartom, mert mivel én is tanítok, már 30 éve több zenekart adtam már ki, tambura zenekart, hogy ez egy jó dolog, ha vannak ilyen tambura fesztiválok, találkozók, ezek mind jók. Olyan 50 gyerekkel szoktam foglalkozni. Most kicsit visszavettem, addig korba vagyok, de most is van 25-28 gyerek. Csinálni kell a szülőket, rábeszélem, megyek az iskolákba hirdetni. Most is majd szeptembertől veszek föl még egy 10 gyereket, mindig, hogy legyen utánpótlás. Mindig volt, tambura meg lesz is, mindig lesz. A szervező Balog László is át tudta adni gyermekeinek a zenetudását, a népdalok és a nóták szeretetét. Kisebbik fia Dávid Ausztriából jött haza, hogy részt vehessen a rendezvényen. A családba kezdtem el zenélni, tőlük örököltem a zenetudásomat, amit tudok ugyebár, és hát nekünk ez ugye fontos, mert szeretjük, amikor az emberek így összejönnek, a tamburások együtt vannak. Én igazából egy évben egyszer zenélek itt. És hogy ő továbbadja-e majd valakinek a zene szeretetét? Igen, a lányomnak. Ő vele próbálkozom, most már évek óta szereti a zenét nagyon. Van is hozzá érzéke, meg mindenféle ilyen tehetsége megvan hozzá, csak képeznünk kell. Bízok benne, hogy ez a rendezvény a következő évben a 10. lesz, és nem áll meg. Tehát van egy olyan mondásom nekem, hogy előttem az utódom. Mindig van, aki majd tovább viszi azt a stafétát, amit én elkezdtem.
és remélem én örököltem az öregeimtől ezt a lehetőséget, én továbbadom. Ugye Légen Bátán két tamburazenekar volt, három tamburazenekar is, és hát őket szeretném éltetni, méltatni, tehát az ő emléküket szeretném továbbvinni. Volt hegedű banda is, volt rezes banda is, de ezek minden hangszert, minden bandát átélt, túlélt a tambura zenekar. És én úgy gondolom, hogy ennek a tamburának élni kell. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!